Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Szeretnénk a két világháború közötti Horthy Magyarország külpolitikai irányvonalaival foglalkozni. Ugye, ha ez a kérdés fölmerül, a Horthy korszak, azonnal mindenkinek több dolog eszébe jut. Az egyik mindenképpen Trianon, trianoni békének a hatása, következményei, az ennek a válságnak a megoldása volt az a kiinduló pont, ami az egész rendszert éltette, és ugye utána pedig a végzetébe is sodorta. A trianoni béke 1920-ban köttetett meg, és az azt követő úgynevezett ellenforradalmi rendszer, ami Horthy Miklós kormányzó államfőségéről szól, és az alatta lévő általa kinevezett miniszterelnököknek a sorozatáról, megjegyezendő, hogy ez a békekötés Magyarországot egy elszigetelt helyzetbe hozta. Minden külpolitikai törekvésnek alapvető célja, hogy az ország szövetségeseket találjon, hiszen nemzetközi kapcsolatrendszerben elengedhetetlenek a kompromisszumok, a szövetségkötések, az érdekviszonyok és ezek közt való lavírozás. Magyarország nem volt könnyű helyzetben, hiszen három olyan ország vette körül, ezt nevezzük Kis-Antant szövetségnek, északról Csehszlovákia, keletről Románia és délről Jugoszlávia, amelyek nem kis részben éppen a Magyarországgal szembeni szövetségben voltak érdekeltek, hiszen területeik jelentős részét a Trianon előtti nagy Magyarországból, illetve az osztrák-magyar monarchiából szakították ki. Tehát ez a sok hatás, amit a trianoni béke jelentett, alapvetően meghatározta azt a mozgásteret, vagy azt a szűk mozgási lehetőségeket, amiben a rendszer megpróbálta magát elhelyezni, illetve ahol megpróbált életfeltételeket találni. Ugye a revízió, fontos szakkifejezés ebben a témában, a mindent vissza kifejezéshez kapcsolódik, vagyis hogy az egész rendszer arra épült, hogy a trianoni béke tulajdonképpen ideiglenes, és sikerül majd valamilyen eszközzel megváltoztatni, és a Magyarországtól elcsatolt területeket visszaszerezni. Ennek ugye több módszerét is felvetették a teoretikusok és a politikusok, sajnos a legrosszabb forgatókönyv valósult majd meg, Magyarország belesodródik a II. Világháborúba, azzal a csalfa reménnyel, azzal a bajoslatú előfeltételezéssel, hogy ez egy olyan vállalkozás lesz, ami majd a fájdalmasan elszakított országrészek visszatérését segíti. Mint látni fogjuk, nem ezzel az előadáson, de ez részben sikerül, de súlyos és katasztrofális ára lesz ennek. Menjünk akkor a kezdetekhez. Az 1920-as években, ugye Bethlen István miniszterelnöksége 1921-től 31-ig egy gazdaságilag felívelő szakasza volt a Horthy Magyarországnak. Az első lépéseket külpolitikában is akkor kezdte el az ország letenni, olyan kapcsolatrendszert próbált kialakítani, amiben, ha nem is megbízható szövetséges, de legalább valamiféle támpontot keressen az elszigeteltség oldására. A revízióra két nagyobb elképzelés merült föl már az 1920-as években. Az első és a második is, mind a kettő ugye a reálpolitikából indult ki, természetesen, amit mi magyarok reálpolitikának éreztünk, a szomszédos felsorolt népek, főleg a Kis-Antant országok eleve elvetették, és tárgyalni sem voltak erről hajlandók. Nézzük meg ezt a két elképzelést. Az első elképzelés, ugye az úgynevezett részleges revízió, Horvátország nélküli visszacsatolásokat jelentett. Ugye eleve Horvátország, ami már ugye hosszú ideje, ezer éve csak nem Magyarországhoz tartozott, 800 éve pontosabban, nem volt arra remény és igazság alap sem, hiszen nagyrészt tömbben laktak ott a nemzetiségek, a horvátok, tehát ennek a jogalapját eleve elvetették. A másik fajta úgynevezett etnikai alapú revízióra viszont esélyt láttak az akkori politikusok, hiszen Magyarország határain kívül olyan tömbben lakó magyar nemzetiségű polgárok kerültek,
talán az Erdély-Székelyföld kivételével, ami inkább szigetszerű, egységes etnikai tömböt jelentett, több száz kilométerre a trianoni határokon túl, de akár a vajdasági, délvidéki, akár a felvidéki magyarság közvetlenül a határaink túloldalára került. Tehát az az elképzelés, hogy vagy fegyverrel, de ha lehetséges, inkább tárgyalásokkal etnikai alapú revízióra kerüljön sor, ez nemhogy gyökeret vert a korabeli politikusok között, hanem valósággal vezéreszméjükké vált. Bethlen István miniszterelnöksége idején indultak meg az első tényleges lépések ebben az irányban. Mielőtt a kapcsolatrendszert sikerülne kiépíteni, úgynevezett partizán akciókra is sor került. A partizán szó kicsit nyakatekerten kerül ide, hiszen a II. Világháború fegyveres ellenálló gerillájának a kifejezése. Mégis szándékosan használom ezt a kifejezést, mert olyan fű alatti, vagy nem teljesen hivatalos akciókat is kísérleteztek az ekkori magyar politikusok, amiktől várták valamelyest a revíziós helyzetnek a kedvezőbbre fordulását, és ehhez egész furcsa eszközöket választottak. Az egyik ilyen az úgynevezett frankhamisítási botrány. Itt látjuk is a két elkészült, illetve az egyik az eredeti, a másik a hamisított frank. Francia frankról van szó, 1000 frankosokat, ugye ez nagyon furcsa szelete a történelemnek, teljes állami jóváhagyással a térképészeti intézetnek a grafikusai, rajzolói számos ilyen hamisított frankot hoztak létre, majd az volt a céljuk ezzel, hogy tulajdonképpen meggyengítsenek egy jelentős antant országot, amely a kisantantnak a legfőbb támogatója volt, és ez Franciaország. Kicsit rejtő regénybe illő történet, annak megfelelően hamar le is buktak azok a futárok, diplomáciai szolgálatban álló férfiak, akik ezt a nagy összegű hamisított pénzt el kellett volna juttassák Hollandiába és más országokba, majd ott ugye más valutákra átváltva meggyengítik a francia államot. Elég naív elképzelés volt. Lesz majd egy kicsivel később egy hasonló, bár tragikusabb partizán akció, amire majd visszatérnék, amihez Magyarországnak nincs is annyi köze, mint a korabeli sajtó ezt megpróbálja bizonyítani. Minden esetre térjünk rá a diplomáciai lépésekre. 1927-ben, 2 évvel a balul sikerült frankhamisítási botrány után egy valóságos, akkori nagyhatalommal, Olaszországgal sikerült szerződést kötni Bethlenéknek. Meg is érkeznek, vannak számos sajtófotó, az állomáson fogadják őket illő tisztelettel. Ugye ekkor már Mussolini van hatalmon, és Olaszország egy olyan egypárti diktatúra, ami igazából abban a korban egy ideig legalábbis számos olyan példát tudott adni, ha nem is a nyugati államoknak, de a közép- és kelet-európai államoknak, hogy hogyan lehet egy vezér egy akarat alatt valamiféle gazdasági, társadalmi fejlődést fölmutatni. Ezt az elszigeteltséget, a kitörést ugye Magyarország, tehát elsősorban Olaszország felé lépte meg, az érdekek kölcsönösek voltak, ugye Magyarország déli határán ott volt Jugoszlávia, ebből a Jugoszláviából Olaszország is szeretett volna területeket kapni, aki ugye hiába volt az antant hatalmak egyik győztes szövetségese, nem volt elégedett a térségben betöltött szerepével, és ezért a területi követelések miatt találkoztak az érdekei a szintén területeket visszaszerezni akaró Magyarországgal. A következő lépésekben sajtótörténeti érdekesség fog következni. Lord Rothermer, egy angol sajtómágnás, akinek több napilap is a birtokában volt, és aki nem mellesleg modern, úgynevezett népszerűsítő, vagy csúnyább nevén bulvár újságírásnak az egyik őse, aki tulajdonképpen úgy adott ki népszerű napilapokat, heti lapokat, köztük a híres Daily Mail-t, hogy az egyszerű ember nyelvezetén is olvasható legyen. Nos, ebben az említett lapban megjelent egy cikk,
ami Magyarország igazságos igazságtalanságára hívta fel a figyelmét, vagyis a trianoni békére, és ezt nagyon jól néven vették a magyarok, ez egy tulajdonképpen egy sajtókampányt generált, amire több kisantant ország is sértődötten reagált. Magyarországnak végül is nem jelentette ez pozitív, mérhető előnyt a diplomáciában, de mindesetre egy nagyon fájdalmas sebnek a begyógyítására való gesztusként értékelték, és mindenképp arra, hogy a magyarok íme hát nincsenek teljesen egyedül a világban ezzel a trianoni fájdalmukkal. Úgy is emlékeztek meg ugye erről a sajtómágnásról, láthatjuk ugye ezt az úgynevezett elképzelt térképet, Magyarország térkép a Rodermer határok között látható egy magyar újság címlapján, ahol tulajdonképpen etnikai alapon támogatta ez a befolyásos média személyiség a revíziót. A képen látható sötétebb színe jelzett sávokon valóban magyar nemzetiségű polgárok éltek. A kép mellett látható Budapest egyik nevezetes főterén, a Calvin téren, a fővárosi Szabó Ervin könyvtárnak a lábánál egy olyan díszkút, amit ennek az angol rokonszenvezőnek, pénzembernek és média Cézárnak a tiszteletére és Magyarország iránti rokonszenve hálájául állítottak, ezt csak érdekességként mondom el. Ezek a kísérletek a 20-as években, ugye tehát részben jártak eredménnyel, valamelyest felhívták a sajtó figyelmét a magyar ügyre, a magyar igazságtalanságra, de akkor áttörést nem tudtak elérni. Olaszország a 20-as évek után, majd látjuk, veszít a jelentőségéből, a 30-as évekre szeretnénk rátérni, és ebben az évtizedben viszont egy föltörekvő új nagyhatalom, Németország lesz az, aki gyakorlatilag ugye magához láncolja majd a térség kisebb államait, vagy közepes államait különböző érdekekkel, néha egymás ellen is kijátszva őket. De míg erre rátérnénk, azért a gazdasági világválság hatásáról is kell beszélnünk. Ugye a 29-33-as nagy gazdasági világválság begyűrűzött Magyarországra, Bethlennek le kellett mondani, a 31-ben átmenetinek tekinthető kormány következik, majd 32-től 36-ig Gömbös Gyula, egy szélsőjobboldali századosnak a államépítési kísérlete következik, a Gömbös korszak, ami tulajdonképpen egy 4 éves korszak volt, de minden tekintetben egy kísérlet volt arra, hogy a Mussolini féle államépítést és állammodellt hogyan lehet Magyarországon megvalósítani. Ez Gömbös korai halála miatt végül is eléggé csírájában maradt, de a rákövetkező kormányoknak a reagálása, illetve Hortinak a reagálása is figyelemre méltó lesz, akik részben tagadják az e fajta államépítési kísérletet, vagy látjuk, ebből részint építkezni fognak. Mindenesetre Gömbös Gyula miniszterelnöksége alatt a diplomáciában bejött egy új elem, ez pedig a gazdasági diplomácia. Ne felejtsük el, hogy a gazdasági válság óriási termelési visszaesés és eladhatatlan árumennyiséget is jelentett a benne érintett országoknak, és csaknem minden fejlett vagy kevésbé fejlett ipari ország ebben érintett volt. Gömbös több látogatást tett ugye Olaszországba, majd Németországban. A fő célja, hogy piacot találjon a magyar termékeknek, és ez valamennyire sikeres is volt, és kapcsolatrendszer, tehát elsősorban gazdasági, aztán egyre inkább ideológiai szempontból épített Magyarország az említett államokkal. Létrejön a római jegyzőkönyv 1934-ben, amiben Magyarország mellett Olaszország és Ausztria együtt működését körvonalazzák. Érdekes módon az erősödő német túlsúllyal szemben, amit majd látjuk később, a magyar külpolitika felülír, és egyre inkább Németország felé fog húzni. Közben jön a második ilyen partizán akció, amire utaltam, ami hát nagyon furcsa dolog, egy merényletről van szó. 1934-ben, ugye Gömbös miniszterelnökségének a harmadik évében,
második évébe, bocsánat, egy merényletre kerül sor, ami megrázta a korabeli európai közvéleményt. A második Sándor jugoszláv királyt Marseille-ben egy látogatáson meggyilkolják, és a francia külügyminiszter is, és mások is áldozatul esnek ennek a merényletnek, és a merényletnek a szervezői között nagy számban találnak horvát usztasákat, ugye a horvát nacionalizmusnak az egyik legfőbb szervező csoportja későbbi háborúkban is, egy szélsőséges mozgalom, és ezek az usztasák Magyarországon kaptak kiképzést, ahogy ezt a korabeli közvélemény, sajtó, illetve nyomozás is kimutatta, amiből szintén hatalmas botrány lett, bár a külpolitika más irányultságai miatt ezt végül is megúszta Magyarország, ebből nagyobb konfliktus is lehetett volna. Mi történik a gazdasági válság után? A gazdasági válság után két jelentős miniszterelnök következik, Gömbös ugye 36-ban meghal, nem tudta ezt a Mussolini típusú államépítést véghez vinni, és következik Darányi Kálmán és Imrédi Béla. Ők közvetlenül a világháború előtti miniszterelnökök. Darányinál és Imrédinél is megfigyelhető egy közös külpolitikai tendencia, mégpedig az, hogy Horthy Miklós, ugye, aki az államfő, a két említett miniszterelnök pedig a kormányfő, ezt ne felejtsük, és az államfőnek joga volt kinevezni miniszterelnököket, ugye a parlament jóváhagyásával, és ezeket a miniszterelnökeket néha Horthy Miklós sakkfiguraként váltogatta, az szerint, hogy éppen melyik irányvonalat szeretné előtérbe tolni. Most úgy látta Horthy Gömbös után, hogy szükség van az angol barát politikusoknak a megerősítésére, illetve Magyarország túlságosan elkötelezedik lassan Németország felé, és azt láthatjuk mind a két említett politikusnál, Darányinál és Imrédinél is, hogy ők angol barát irányzattal kezdik a működésüket, szeretnék lazítani az egyre folytogatóbb német barátságot mind a külpolitikában, mind az érdekekben, és úgy érzik, hogy arányosan kell Magyarország helyzetét pozícionálni Európában, és az angol szász nagyhatalmakkal való barátságot sürgetik. De Hitlernek az állama sajnos egy olyan erőteljes kisugárzást és példát adott elsősorban Közép-Kelet-Európában, hogy gyakorlatilag a hatása alá kerülnek ennek az államépítésnek és ennek a személyiségnek. Így mindkettőnél megfigyelhető, hogy az angol-francia kapcsolatok kísérletével próbálkoznak, de igazából elkötelezett német barátként fejezik be a miniszterelnökségüket, és ezért is váltja le őket Horthy. Darányi megpróbálkozik még azért a miniszterelnöksége első szakaszában, a német dominancia még nem annyira ragadta meg az ő fantáziáját, illetve elképzeléseit, megpróbálkozik egy úgynevezett horizontális tengely kiépítésével, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen kelet-európai országokat, Lengyelországot, Romániát, Ausztriát és Magyarországot Németországgal szemben, de nyilván nem katonailag, hanem ellensúlyként, ellenpozícióként egyfajta szorosabb szövetségi rendszerbe szervezni, de ez a kísérlet csak papíron maradt, ugye nem kis részben azért, mert ugye a kisantant országok, illetve az Osztrák-Magyar Monarchia más utódállama is tartottak attól, hogyha ez a békerendszer bármilyen módon megsérül, és ők egymással kezdenek szövetkezni, vagyis az egykori vesztesek, és az egykori és a további nyertesek, ebből csak bonyodalmak lesznek, és aztán a saját érdekeiknek a kárára fog ez fordulni. Egy következő nagy esemény, ami kikerülhetetlen hatású a magyar külpolitikára és belpolitikára is, az Anschluss. Ugye Ausztria, hát mondhatnánk önként és dalolva, de azért erőteljes nyomás, belső és külső szellemi és politikai nyomásra csatlakozik Németországhoz 1938-ban, ez az Anschluss, vagyis a csatlakozás. Így előáll az a furcsa helyzet, hogy Magyarország határos lesz hirtelen a német harmadik birodalommal, egész Európa immár legerősebbre nőtt katonai és politikai nagyhatalmával. Ez a szomszédság
ugye egyre inkább majd be fogja szűkíteni a magyar politika mozgási lehetőségeit. A kezdetben angol barát Imrédivel ugyanaz történik, mint elődjével és kollégájával Darányival, egyre inkább befolyása alá kerül a német sikereknek, és a kezdeti angol barátságot német barátság fogja fölváltani. Így a folyamat 1940-nel zárul, amikor létrejön az első bécsi döntés, ami a bécsi döntés nem más volt, mint Csehszlovákia feldarabolásának egy olyan kis alfejezete, ami Magyarországot is előnyösen érintette, a felvidék visszacsatolásáról van szó. A felvidék visszacsatolása, ha lehet ezt mondani, a legigazságosabb döntés volt a többiekhez képest feltétlenül, hiszen nagyrészt Teleki régi vörös térképét követte, ugye ahol Teleki még a trianoni tárgyalások előtt beterjesztette ezt a híres térképet, ahol etnikai alapon rajzolta meg a felvidéknek a lakosságának az összetételét, és a vörös szín a magyar lakosságot jelentette. Nagyjából ezt a határvonalat követte az első bécsi döntés, tehát a felvidéknek, Csehszlovákiának került területnek a déli részének a visszacsatolásáról van szó. Ezután lassan ugye véget ér ez a történet, ez a tanóra, hiszen egyre inkább egy kényszerpályára fordul Magyarország. Lassan beérünk a 39-es évbe, amikor ugye kitör Európában a második világháború, amelynek kezdetben Magyarország nem lesz részese, de tragikus lépések sorozata és rossz döntések következtében egyre inkább belesodródik a második világháborúba, aminek a részleteit egy következő alkalommal fogjuk föltárni. Köszönöm a figyelmet!